Szeretettel üdvözlök mindenkit, és szeretném bemutatni nektek ezt a különleges vendéget, aki Tibet körzete közvetlenül Amerikában érkezett, Alexandrról van szó. Tibeti szerzetesnő, aki a tibeti emberi jogok szabadságért szimbólumává vált abban, hogy több mint 10 évet töltött el kínai gulágban, Tibetben. Rendkívül hosszú időről vele gondolunk, és mindezt a hosszú időt semmiségére talán egy szó év, vagy talán egy elkiáltott éjjel dalaján nem mondunk, hogy ezt töltöttünk el. Vele érkezett Stuart Waters úr, aki az ICT képviselője, a International Campaign for Tibet szervezet, amelyik a világon legnagyobb tibeti emberi jogi szervezet washingtoni székhelyjel és számos hivatalokkal székhelyjel is. Tehát adnám egy olyan szót Navakszandról, akit tanulom és előre szeretném tenni a sorsára. I'm very happy to be here to talk about Tibet and happy to be you people here about Tibetan situations. Nagyon örömmel szolgálat itt lehetek, és mesélhetek nektek Tibetről és a tibeti helyzetről. We are here in the particularly in Europe of a democratic country where people are engaged to practice the Buddhism, especially for the mental attitude. So now in my case in Tibet there's no freedom and no freedom right to practice the Buddhism or daily life. Itt Európában a demokratikus országokban megszokhattuk, hogy szabadságunkban áll a dharma és általában a spiritualitás gyakorlása. Ezzel szemben Tibetben ez nem áll az emberek rendelkezésére. In Tibetan cases, is related with the very big related with the religious and tradition and culture, and especially in Tibet, in monastery or education institution have no right to study Buddhist philosophy, and this Tibetan Buddhist philosophy study and the traditions are not linked with it politically, but still we don't have a right to practice the Buddhist and tradition. Tehát a tibeti kultúra, a tibeti vallás lenyomására van szó, aminek pedig semmi köze a politikához, tehát nem politikai jellegű kérdés, de ennek ellenére Tibetben a kolostorokban hivatalosan nem engedélyezik a buddhista vallás és filozófia
oktatását, illetve gyakorlását. Tehát nem adják meg az alapvető szabadságjogokat a tibetieknek. For the Chinese political propaganda, it was very huge propaganda in the outside world. They say to the global that they are going to give some freedom in expression and freedom of religious in Tibet. In the reality, in the Tibet, there's no right to freedom of expression and freedom of religious. A kínai propaganda gépezet azt állítja, hogy manapság a tibetieknek rendelkezésükre áll szólásszabadság és a vallásszabadság, tehát nyugodtan, szabadon gyakorolták a vallásokat, de ezzel szemben az igazság, hogy az önkifejezés és a szabad vallásgyakorlás jogát mind a mai napig megtagadják tőlük. In related links with the Tibetan people, in Tibet, Tibetan people has no right to believe to the Dalai Lama, and especially in Tibet, there's no right to hang the peace on the Dalai Lama's body in Tibet. And in all the cases, in globally, in the all of Tibet, we have a freedom and we have a right to believe in the peace on the Dalai Lama. And still in Tibet, we don't have to like these things to believe in the solemnity. Tibetben az embereknek nincs joguk, hogy a Dalai Lama összetségében higgyenek, sem pedig arra, hogy a képet kifüggesszék otthonukban vagy a kolostorokban. Ezzel szemben külföldön ezt szabadon megtehetik. Nagyon furcsa, hogy pont Tibetben nem szabad ezt gyakorolni. At the same time, His Holiness Dalai Lama has recognized the Panchen Lama and still he's in prison and people don't know where he is now, still he's in prison. Azon kívül a Dalai Lama által elismert Panchen Lamát a kínaiak letartóztatták és ismeretlen helyen fogságban tartják. Senki nem tudja, hogy mi van vele. The same case related with the Thubu Tenzin Dalai Rinpoche, who was mainly working for the cause of Tibet, not on the political way, but mainly on the preservation of Tibetan religious and culture. And China has played a political game on this religious and cultural activity. On this name, they put in prison for the whole life prison man, Thubu Tenzin Dalai Rinpoche. Aztán Thubu Tenzin Derek Rinpoche esete érdemel említést, aki egyáltalán nem politizált, hanem csak a tibeti kulturális jogokért emelte fel a szavát, és a tibeti nép kulturális önrendelkezését szorgalmazta, és ennek ellenére mégis politikai indokokkal őt is börtönbe zárták. 因为中国的那个，因为去的是因为这，没有说这些有几分这个，就是你这个没有说要什么意思。Under the Chinese Communist, under Chinese Communist occupation, China always used force to destroy Tibetan culture and religious. A kínai kulturális forradalom idején a
kínai kommunisták erővel lerombolták a tibeti kultúrának az örökségét. Since in Tibet, Tibetan people are used to practice their religion and they play on the religion game, they used to play some politics and in Tibet especially very abandoned to using to practice the Buddhism. And so therefore if someone would like to practice the Buddhism, at the same time people have a responsibility to preservation of Tibetan culture at the same time. The preservation of Tibetan religion and culture in Tibet, in this case, Chinese government leader using the politics on the name of the culture. And so therefore we have no right to practice religious and culture. Tehát amikor csak arról van szó, hogy Tibet szeretné megőrizni a kulturális identitását, szeretné ápolni a saját évszázados hagyományait, akkor a kínai kormány, illetve a politikai vezetés ezt mindig politikai színezetűnek tünteti fel, egy szeparatista mozgalomnak, és ilyen címszó alatt nem engedélyeznek semmi olyan dolgot, ami a tibeti kultúrának az ápolására irány. For the long-term benefit of Tibetan cause, it's very important to preserve the Tibetan religious and Tibetan culture. A tibeti ügy hosszú távú érvényesítésére nagyon fontos lenne megőrizni a tibeti kultúra és vallás értékeit. In Tibet, regarding the preservation of Tibetan culture and Tibetan religious, and in Tibet there's no freedom for the child and the young age people, and the younger generation people has no right to preserve their own tradition. Tibetben azonban a fiatal nemzedéknek nem adatik meg az a jog, hogy szabadon gyakorolhassa a saját vallását, és hogy tegyen valamit a vallásos kulturális örökség megőrzéséért. Chinese has big punished for the prison. They are using a lot of instrument which is unbelievable, and they just bend hand backside and pushing and backside, and they are using unbelievable some instrument which is connected with the electricity, lot of electronic systems. Tehát igen gyakran alkalmaznak erőszakot olyan emberekkel szemben, akik megpróbálnak valamit tenni ez ügyben, bebörtönzik őket, és különféle kegyetlen kínzásoknak vetik alá őket. Hátrabilincselt kézzel, elektromos eszközökkel hihetetlen módon bántalmazzák őket. They are using many methods to make a problem with the prison, and still they don't care about the inside the bar to be a heavily built prison. So therefore they are using many methods to make a problem for the prison. They are making many problems, or they are using many methods to police to make a lot of tricks and to make a problem for the prisoner. Tehát a börtönökben nagyon sokféle módszerrel
igyekeznek kellemetlenné tenni a ott létett különféle kínzásokat találnak ki, és nagyon kegyetlenül bánnak az emberekkel. So they are using a different instrument to torture the prisoner. Tehát sokféle eszközzel kínozzák. After the free from the prison, when the prison come outside, they have no freedom to leave, and if the people has no right to find a job, and they very difficult to get a job, and if somebody hasn't found a job, so he or she need to find illegal job. So it's very difficult to get a job in Tibet after the imprisonment. Aztán ha valaki kikerül a börtönből, gyakorlatilag hivatalosan nem kaphat munkát, tehát szinte lehetetlené teszik számára a megélhetést, csak fekete munkát vállalhat. So when they release from the prison, they have no right to go the pastimes, for example, to the monastery, and they have no right to go to the nunnery. So after the release from the prison. Tehát, hogyha kiszabadulnak, nem mehetnek vissza a kolostorukba, hanem lehet egyszerűen megtiltják számukra, hogy visszamenjenek, vagy arra a munkahelyre, ahol azelőtt dolgoztak. The prisoner who are free from the jail, they have no right to work. They need to work illegally, and if they found some job, they have very less payment. And this payment is not enough to survive for. For example, if you survive with breakfast, it's enough to difficult to survive with dinner. So it's quite difficult to manage this very less salary or less payment to not survive if people from the release of prison. Tehát mivel hivatalosan nem kapnak munkáját, miután a börtönből megszabadultak, általában kénytelenek nagyon alacsony fizetésért elmenni valami munkát végezni, úgyhogy szinte az éhhalál küszöbét engedik az életüket. In this opportunity, I would like to encourage, I'd like to urge you people, those who are suffering in Tibet, please try to think and please try to help those who are suffering in Tibet from the free country like Hungary. Ezért arra szeretnélek kérni benneteket, minden szabad országban élő embert, hogy gondoljanak azokra, akik Tibetben szenvednek a szabadságjogokért, és próbáljanak tenni valamit értük. Before my arrival to Budapest, I was traveling to the other country since 4 months. And during my period, officially, I have received very big support from the officially, but at the same time, it's very important to have support from the public. So therefore, I'd like to request you to support from you personally. Már 4 hónapja járom a világot, sok országokban megfordultam, és mindezekben az országokban rengeteg sok hivatalos segítséget kaptam, támogatást. De ezen kívül az is nagyon fontos, hogy az emberek személyesen támogassák a Tibet ügyét, tehát a nyilvánosságnak is a segítségét kérni. Once more, I would like to request you please keep support for Tibet cause, and at the same time, I'm very happy that you are keeping or you are bringing practice to Buddhism idea, and at the same time to try to engage with Tibetan cause and to support us.
Szeretném megköszönni nektek, hogy szimpatizáltok Tibet ügyével, és támogatjátok ezt az elnyomott népet, és azon kívül azt is köszönöm nektek, hogy a tibeti kultúra foglalkoztat benneteket, gyakoroljátok a tibeti szellemi hagyományokat, és azt szeretném kérni, hogy emellett a tibeti népet is segítsétek, ha tudjátok. Köszönöm szépen. Köszönöm, van kérdéseket, nagy nézőség mondanám, tehát nem a szándor, és ezt csak annyit szeretném megkérdezni, hogy hogy van, hogy az egészség hogy van most az, hogy sikerült. I'm still having the medicine, and it's not to perfect my healthy physical. So compared with the people in the bar, in outside now it's much better than in bar. In prison. Gyógyszeres kezelés alatt állok. Tehát még nem vagyok tökéletesen jól, de sokkal jobban érzem magam, mint a börtön. Satamala has raised the question how long time he went to prison. She was in prison for 23 years. So she was started from when she was 13 years old, but she was free for one time, and she was once more in prison. So it's to take two times to free and then go once more back. So it takes about 23 years in prison. 23 years. So China has made 23 years the punishment, but from the support from the global, from support Tibetan subgroup, and she was free from after 11 years. Tehát a kérdés az, hogy mennyi időt töltött a börtönben, és a válasz pedig, hogy 23 évet kapott, illetve egyszer kiengedték, és aztán még egyszer elítélték, tehát összesen 23 évet kellett volna leülnie, de a nemzetközi kampánynak köszönhetően 11 év után kiengedték. She was put in prison on two reasons. One is that she slogan the freedom of Tibet, and one is to long live use of Dalai Lama. These two words she was put in prison. Tehát azért zárták börtönben, mert egyrészt szabad Tibetet éltette, és másrészt pedig a Dalai Lama. Tehát ezt a két jelszót. So in this reason, in Tibet has no freedom of speech and freedom of right. So therefore, in Tibet, people are still suffering from these two reasons. Tehát Tibetben nincs szólásszabadság, és nincs lelkiismereti szabadság, tehát két okból kifolyólag nincsenek meg az alapvető emberi jogok.
viszont a fölényben egy kis katásztányú egy kérdéset. Regarding this question, I personally very limited education in politics, but at the same time, to support from Tibetan, from the public, so we people can realize some the Tibetan cause in front of the politician, the Hungarian politician. So when we raise some question about Tibetan in front of the politician, they can be very effective for Tibetan cause, and it can be helpful for Tibetan support. Jó magam nem vagyok politikai szakértő, de viszont ezt tudom, hogy általában a nyilvánosság közvélemény nyomást gyakorolhat a nemzeti kormányokra, tehát hogyha a nemzeti kormánynak a tudomására hozzáadott Tibetnek az ügyét, és felhívhatom a figyelmet a parlamentben a Tibetben történő jogtalanságokra, akkor ezzel sokat lehet segíteni. Since His Honor Dalai Lama has adopted for the peaceful resolution to solve the Tibetan cause, this Tibetan cause, so we need to pressurize the our own government to think or to do something, act for the Tibetan cause. So this can be very effective and this can be very useful to solve the Tibetan problem through the peaceful resolution of His Honor Dalai Lama. Mivel összetséget Dalai Lama a tibeti probléma békés megoldását sérgette, ezért a legszerszerűbb az, hogyha a saját politikusaink figyelmét próbáljuk felhívni a tibeti ügyre, és hogy ezáltal nemzetközi szinten hátha sikerül elérni valamiféle békés megoldást. So this peaceful resolution means five-point peace plan, so which was adopted by His Honor Dalai Lama in 1987 in the Strasbourg. Ez a békés megoldás a Dalai Lama 5 pontos javaslatán alapszik, amit 1987-ben Strasbourgban fogalmazott meg. This peaceful resolution is benefiting both Tibetan and Chinese too. Ez a békés megoldás a tervezet mind a tibeti, mind a kínai nép számára megfelelő. Unfortunately, I don't remember exactly now. So one is I remember the piece of so Mr. Stephen will bring now. So transformation of the whole of Tibet into a demilitarized zone of peace and non-violence. Tehát Tibetet átalakítani egy demilitarizált és erőszakmentes övezetté. Abandonment of Chinese population transfer policy. A kínai népesség áttelepítési politika abbahagyása. Respect for the Tibetan people's fundamental human rights and democratic freedoms. A tibeti nép alapvető emberi jogainak és
demokratikus szabadságok gyakorlásának lehetővé tétele. The restoration of and protection of Tibet's natural environment. Tibeti természeti környezet helyreállítása és védelme. And abandonment of China's use of Tibet for the production of nuclear weapons and dumping of nuclear waste. És ehhez még hozzá, hogy Kína hagyjon fel azzal a politikával, hogy Tibet területén nukleáris fegyvereket gyárt és nukleáris hulladékot helyez el. And the last point, commencement of earnest or serious negotiations on the future status of Tibet and the relations between the Tibetan and Chinese people. És az ötödik pedig komoly tárgyalások megkezdése Tibet jövendőbeli politikai helyzetének és Kínához való viszonyának tisztázása. China rejected all five. És a kínaiak mind az ötöt elutasították. So what I mentioned before, it is not a completely abandoned the religious, but somehow they give very slightly to do practice their religion. So these religious practicing is compared with the Chinese benefit. So if China has no benefit to allow them to practice religion, so then they will abandon. So if China has found some benefit to allow them to practice, then they can give some chance to do some practice. So it means that it's completely depend with the Chinese benefit. Tehát arról nincs szó, hogy teljesen betiltanák a vallásgyakorlást a kolostorokban, de csak annyira engedélyezik, amennyire Kínának az érdekében áll. Tehát, hogy amennyire úgy látják, hogy a Kínának az érdeke, hogy valamilyen látszólagos enyhe formája megmaradjon a vallásgyakorlásnak, azt engedélyezik. De ami ennél tovább megy, azt már nem. There's a lot of activities which is linked with the religious. So therefore, if they are very strictly abandoned to do the religious activity, because this religious activity is linked with the politically. So therefore, they are very strictly abandoned. At the same time, Chinese always encourage to the people to learn their own Chinese tradition and culture. Tehát azokat a vallásos tevékenységeket, amelyeknek politikai jelentőséget és színezetet tulajdonítanak, tehát amik nagyon hangsúlyoznák a tibeti nép eltérő kultúráját, vallásosságát, azokat nem engedélyezik, tehát amit veszélyesnek látnak, és ugyanakkor próbálják arra buzdítani az embereket, hogy ismerkedjenek a saját kínai kultúrájával.
kulturális gyökereinkkel. After a long time, the strictly forbidden Tibetan culture and religion, after many, many years, it can be lost our religion and culture. After a long year, it could be lost our tradition and culture. China has strictly abandoned to the religious and culture. So after the many, many generation, when it comes new generation, we can lose our tradition and culture. So therefore, this is China's one policy, how one can stop to practice the religion and culture. And after a long time, it can be lost totally Tibetan culture and religious. Tehát, hogyha hosszú időn keresztül így módon korlátozzák a tibeti vallás kulturális hagyományok gyakorlását, akkor ez pár nemzedéken belül ezeknek a hagyományoknak a teljes elsorolását és kiveszését eredményezi. A kínai politika tulajdonképpen erre irányul. So this is one of the Chinese idea of how one can destroy the religious tradition from the long term, benefit of Chinese community. Tehát ez az elképzelés áll ezek mögött, a tiltások mögött és korlátozások mögött. Tudnék, tudják, hogy hosszú távon a kínai nép fog jól járni ezzel a politikával. In prison, 11 years, since 11 years, she was suffering a lot, and it was a very, very difficult to spend in the prison. And in the prison, she needed to follow the lot of rules and regulations which is provided by the Chinese police. So therefore, at the same time, she need to do some labor camp, a lot of work without any payment. And so therefore, it was very, very difficult, it was very suffering and hard during her time in prison. So when she was in prison, it was a hard truth that to do fight for Tibetan cause. And so now she was very happy and free from the prison because of the belief of our religious. 11 év alatt rengeteg szenvedést kell elviselnie, nagyon szigorú szabályoknak kellett megfelelnie a börtönben, valamint sokáig dolgoztatták munkatáborban, nagyon mostanában körülmények között, de egész időn keresztül az éltette, hogy a tibeti nép jogaiért szenved, és most nagyon örülünk, hogy itt lehet, és mindezt végérte, és ennek a tapasztalatait elmondhatja másoknak is. From my side, I'm freed from the prison, but still in Tibet, a lot of
lot of Tibetan people are still suffering in the prison. So therefore, I would like to ask you people to support for Tibetan cause. Én magam már szabad vagyok, de Tibetben mindig rengetegen sínylődnek, börtönök vagy munkatáborokban, ezért kérlek titeket, hogy segítsétek a tibeti ügyet. Köszönöm szépen.